Mi lesz a vacsora? Sajtos tejfölös tészta. Jó. Ja, ja, tűz van! Hello, hello, tűzoltók! Tűz van, tűzoltók, gyertek! Mi a baj? Kigyulladt a házunk. Azonnal jövünk. Tűz van! Gyorsan, gyorsan, tűzoltók, gyertek! A konyhában van a tűz. Jó. Eladottam. Köszönjük szépen, tűzoltók. Szívesen! Mindent csinálunk újat. Rendben. Viszontlátásra, köszönjük. Tudom, most nem hiszik el, de tényleg így van, hogy kis tűzoltó autó volt a jelem, ezt én kértem, és hát ugye kaptam is, anyu csinálta. Pár évtized múlva már jöttem és beálltam a sorban, én is tűzoltó lettem. Én azt rajzoltam rá, ahogy a tűzoltók egy oltáshoz mentek ki, mert egy fa kigyulladt. Én rajzoltam egy bűncselekményt, amin egy rabló ki akarja rabolni az OTP bankot. Itt a képen egy bűnözőt üldöz egy rendőr. Én egy olyat rajzoltam, hogy a rendőr kijött egy kocsival. Számomra a rendőr mindig is egy olyan ember volt, már gyerekkoromtól kezdve így gondoltam, aki oda is bemegy, oda is befut, ahonnan mások elmenekülnek, és ezt másért teszi, mert úgy érzi, hogy szolgálnia kell a közösséget. És úgy gondolom, hogy ez a legnemesebb szolgálat, amit valaki csinálhat. Miért szeretnél rendőr lenni? Hogy segítsek mindenkinek. Én például bűnügyi nyomozónak készülök. Amikor idejöttem, nem nagyon tudtam, mire számít, csak őszintén megmondom. Volt egy elképzelésem nyilván, hogy minden nap kemény edzés, és nagyok lesznek az elvárások, rendes fizikai követelmények, aminek a nagy része be is igazolódott. Civil életben az ember látja ezt a szakmát kívülről, van egyfajta elképzelése, hogy mégis hogy nézhet ez ki belülről, de nem úgy néz ki. Sokkal keményebb. Tehát az elején az ember ugye elgyengül, hogy tényleg erre gondoltam, amikor ezt választottam? Egyszer már megfordult a fejembe, hogy rendőr legyek, de még nem nagyon gondolkoztam rajta. Kiskoromban még szerettem volna rendőr lenni, de most már nem, mert a rendőrök munkája nagyon veszélyes. A veszélyt azt vállaltuk, amikor idejöttünk, és akiben van annyi hivatástudat, hogy eljött ide és ezt komolyan gondolja, az ezzel tisztában van, hogy tennünk kell a közösségért, és mindenképpen ezért szerettem volna rendőr lenni. Én egy autós üldözést rajzoltam. Szeretem az ilyen autópályás, rendőrös ilyen üldözéseket. Kiskoromban egy rendőrös mese volt a kedvencem, és ott mindig a rendőr lebirincselt a bűnözőt. Nyilván közre játszottak a filmek, az NCIS, meg a többi dolog, és így gyerekként is megfogalmazódik az emberben, hogy hú, hát ő ilyen szeretne lenni, és ezt szeretné csinálni. El nem tudtam képzelni, hogy más csináljak. Nem tartom magam az irodában ülős, nyugis típusnak, mindenképpen egy izgalmas, változatos munkát szerettem volna végezni. És ezt itt megtaláltam. Milyenek a rendőrök? Erősek. Bátrak. Segítenek rajtunk. Bátrak. Azt már mondtam. Egy jó rendőr szerintem bátor, jó. A fizikai képessége, sokat kell tanulnia hozzá. Bátor, segítőkész, gyors. Segítőkész, kitartó és gyors. Igazságos, gyors, tetrekész, és nem szabad, hogy korrupt legyen. Van értelme a rendőri munkának, mert sok civilnek szüksége volt ránk, és egy ember életében egy ilyen nagyon pici dolog is nagyon meghatározó lehet, hogy hogy bánik vele a rendőr. Ez mind hozzátett ahhoz, hogy ezt szeressem csinálni, hogy én bennem mélyítse az elkötelezettséget, hogy én rendőr szeretnék lenni. Meg azért szeretnék tűzoltó lenni, mert a tűzoltók bátrak. Ez tart frissen, ez a szakma. Az, hogy mindig kész adott helyzetben, egy pillanat alatt olyan helyzetekbe csöppenünk bele, amiben dönteni kell, amiben cselekedni kell, és erre reagálni kell. Nehéz lenne itt, hogy nem is tudnám. Most már halálomig vagy nyugdíjas koromig csinálom. Mikor hívjuk a tűzoltókat? Amikor mondjuk házban kigyullad, a ház kigyullad. Amikor a macskán felcsogod a fán. Például. Bátran állíthatom, hogy én vagyok a legbüszkébb gyerek kereke földön. Az apukám szolgálatparancsnokként dolgozik a tűzoltóságon. Nem csak saját magára, de a csapattársaira is figyelnie kell.
Törekszik, hogy a csapat és az egész műszak egy nagy családként élje meg a munkanapjait. Hiszen ők nem csak munkatársak, hanem egymás támaszai is. Velük együtt teszi kockára életét, nap mint nap. Fontos számára az egyenruha tisztelete. Alázattal végzi munkáját, és erre tanítja az újoncként bekerült társait is. Számára ez nem csak munka, hanem ez a hivatása. Egy nehéz szolgálat után apa arcán sosem a fáradtságot, csak is a maximális szeretetet látjuk, amit irántuk érez. Nem csak számomra, de a húgom és az anyukám számára is apa a hősünk, aki mérhetetlen szeretettel dolgozik értünk. Úgy gondolom, hogy mindenki számára kell egy ilyen apa, példakép az életben, aki megtanít minket arra, hogy hogyan szeressük az életünket, tiszteljük barátainkat, családtagjainkat, munkatársainkat, embertársainkat, és hogy mennyire kell alázatosnak lenni mind a munkánk, mind az életünk felé. Azért, hogy egy boldog életet élhessünk. Ezért vagyok én a legbüszkébb gyermek a világon. Én tudom, hogy az óvodában minden kisfiú tűzoltó akar lenni. És azt üzenném nekik, hogy ne engedjék el ezt a szállat, ha tényleg komolyan gondolják. Üljenek fel a tűzoltó autóra, jöjjenek el, mint ahogy most is több ezren, tízezren vannak kint, a tűzoltó majálisra, és ismerkedjenek a szakmával, mert az a kis gyerek ott van bennük. Előhozza belőlük azt a hőst, aki életeket fog menteni az égőházból, vagy az összeroncsolódott autóból. Felicia, miért szeretnél tűzoltó lenni? Azért, mert meg tudunk menteni másokat is, hogyha tűz van. Mi egy jó tűzoltó? Segítőkészek, gyorsak és bátrak. Hősiesek, kitartók és elszántak. Meg jól kell lenni a slaggal. Az ember nem akkor válik tűzoltóvá, amikor sikeresen levizsgázott. A tűzoltó igazából akkor lesz tűzoltó, amikor felesküszik. Ezt teszi a hős tűzoltókat azzá, ami az esküjük, és az a vállalásuk, hogy embertársaikért, akár az életük árán is segítsenek. Szerintem ők nem félnek semmit. De, csak tudják, hogy mások nagy bajban vannak. És ők számítanak arra, hogy segítenek. A rendőr tényleg önfeláldozó, egy olyan ember, aki szolgál, és akire felnéznek. Nekem ez nagyon fontos volt, hogy a társadalom felnézzen, bárha ezt nem is érezzük sokszor a mindennapokban, de nekem volt rendőr a családban, és mindig tisztelettel beszéltünk róla, mindig felnéztünk rá. Hát egy jó rendőr szerintem. Nagyon bátor legyen, hogy segítőkész legyen, és önfeláldozó. Hogy mitől jó egy rendőr? Önzetlen és tényleg segít, ahol tud, akár az élete kockáztatásával is. És én ilyen szeretnék lenni. És attól, hogy emberséges marad, szerintem ez a legfontosabb. Az ugyanúgy a társadalom egy része a hibáival együtt. Bennünk is megvannak ugyanazok a rossz tulajdonságok, de mégis azt mondjuk, hogy felvesszük reggel az egyenruhát, és kimegyünk, és segítünk az embereknek, mert szükségük van ránk, és nekünk is rájuk. Bátrak, erősek, okosak, sosem félnek. Kitartok, elszántak, mindig segítenek, edzettek, felkészültek, önfeláldozók, talpra esettek, gyorsak, erősek, nem félnek semmitől, barátságosak, fegyelmezettek, becsületesek, hősök. Amikor majd egyszer jó sok év múlva öreg fejjel visszanézek a pályámra, azt szeretném látni, hogy mindenféle szakterületen sikerült megállnom a helyemet, és olyan sok tapasztalattal bővült az életem, ami máshol szerintem egyszerűen elérhetetlen. Ezt szeretném majd, amikor egyszer visszanézek az életemre, hogy ezt lássam. Ez egy második család, nyugodtan mondhatom. Nem tudok elérzékenyülés nélkül róluk beszélni, mert mennyit megtettek értem, és mennyit megteszünk egymásért. Ezt soha nem felejtem el. Itt együtt kelünk, együtt alszunk, együtt szaladunk, együtt megyünk szembe a lángokkal. Úgyhogy együtt éljük át ezt az egészet, ez adja a hitet ahhoz, hogy ezt csinálhassa az ember.